Jó napot kívánok, Nagy Márk vagyok a Szegána Kft-től, és szeretném bemutatni az Everan ERS 45-ös csúszókormányos rakodónkat. Az Everannál ez egy újdonság, ezek a csúszókormányos rakodók. Korábban ezek a rálós kisebb mini csúszókormányosak voltak a kínálatban, ezek most is vannak, illetve ezekkel a nagyobb gépekkel bővült a kínálat. Ennek a kínálatnak per pillanat a legkisebb tagja az ERS 45-ös, ennek vannak majd nagyobb tagjai, a 60-as, 65-ös, illetve a 100-as. Ezeket lehet kerekes, illetve gumihevederes kivitelbe, járószerkezettel rendelni, választani. Az ERS 45-ösnek 700 kg a maximális emelési képessége, és 1400 kg a maximális billentési ereje. A maximális emelési magasság az 2,94 m, ilyenkor a csapmagasság az már 3 méter fölött van, és gyakorlatilag onnan nagyon szépen teljesen le tud billenteni. A gépnek az eszköz rögzítése az egy kézi eszközrögzítés van. Alapból ez az univerzális kanál jár hozzá a géphez, de rengetegféle munkaeszköz rendelhető a géphez. Ennek a gépnek alapból a joystick vezérlése az egy mechanikus joystick vezérlés, de ebben a gépben már egy hidraulikus joystick van, tehát így nagyon könnyen, finoman irányítható maga a gép a munkája, a gépnek a munkája. Ez a gép továbbá itt a fülke tetején, ahogy látjuk, klímával is felszerelt, tehát ott van a klímának a hűtője. Ezen az oldalon található a hidraulika olajbetöltés, a túloldalon pedig az üzemanyag. Milyen motorral is szerelt a gép? Itt, hogyha kinyitjuk a hátulját, egy nagy hűtővel találkozunk, mögötte pedig egy 48 lóerős japán Yanmar motor a gépnek az erőforrása. A hidraulika teljesítmény, most mindjárt csalok, egy kicsit nézem az üzemanyag tartalma egyébként 70 literes, a hidraulika szivattyú pedig 75 liter per perc teljesítményű. Maga a menetelés aznak a maximális sebessége az pedig 12 km per óra. Nézzünk be a fülkébe, hogy is mutat a gép, milyenek a kezelőszervek. Jó, tehát itt nem üljél be, és akkor körbe mutatjuk. Hát ott vannak a fűtésnek a befúvói. Ez nem csak klimatizált, hanem fűtéssel is ellátott a gép. Itt vannak a visszajelzők. Itt a lámpa, kapcsoló, ablaktörlő, illetve az indítókulcs, illetve a klímának a kezelő szervei pedig itt lent találhatóak. A kézi gáz, az pedig itt a túloldalon található. Tehát a fülkébe beülve van itt egy lábnál egy gáz, meg a kézi gázunk is van. Kettő, itt látható egy áramtalanító, tehát ilyenkor áramtalanítva van, és akkor így adjuk rá. Joysticknak a vezérlése az pedig az előre-hátra, az adott oldal előre-hátra menetét szabályozza.
a jobbra-balra az egyik ezen az oldalon az emelés, a másik oldalon pedig a billentés, a kanál billentés. Itt kürt van, illetve plusz funkciót is tudunk üzemeltetni a gépről. A plusz kört, aminek egyébként ott van a kivezetése, azt tudom ezzel a lábpedállal vezérelni. Ott van a pluszkör vezérlés, tehát hogyha szeretnénk mondjuk egy trágyavillát, vagy egy 4:1 kanalat mozgatni, üzemeltetni. Jó, mozgass meg, azzal lehet az ablakot kitörni, hogyha beszorul az ember. Itt van a géphez egy tűzoltókészülék is, egy ilyen apróbb, ha valami probléma lenne. Hát itt ez a Evoran Air S45-ös, amennyiben megtetszett a gép, jöjjenek el Szegedre központunkban, keressék területi képviselőinket, illetve nézzék meg bővebb információkért a honlapunkat. Köszönöm szépen figyelmüket, tekintsék meg további videóinkat, illetve iratkozzanak fel, hogyha egyéb újdonságainkról is szeretnének hallani. Köszönöm a figyelmet!